Sziasztok, a nevem Veronika. A Valódi bűnesetek legújabb részében a kalózokról hallhattok pár érdekes tényt, eloszlatunk pár tévhitet, úgyhogy kezdjünk is bele. Az úgynevezett kalózkodás aranykora körülbelül 1700-tól 1725-ig tartott. Ez idő alatt férfiak és néha nők ezrei fordultak a kalózkodáshoz, mint megélhetési módhoz. Na de ki is valójában a kalóz? Nos, a kalóz az, aki bűncselekményt követel a tengeren. Ezek a bűncselekmények bármilyenek lehetnek, de általában testi sértéshez vagy erőszakhoz kapcsolódnak. Ma érdekességekkel, kevéssé ismert tényekkel és információkkal ismerkedünk meg a kalózokról. Nézzetek szét a csatornámon, amelyre folyamatosan töltök fel olyan videókat is, amik a híres és hírhedt kalózok életéről szólnak. Na de kezdjünk is bele! Tények és tévhitek a kalózokról. Az első tévhit. Gyakran ábrázolják a kalózhajókat nagynak és megfélemlítőnek. A hajók megtámadása és a menekülés szempontjából viszont a kalózhajók kisebb testűek voltak, mert gyorsnak és mozgékonynak kellett lenniük. Annyi helyre volt szükségek, hogy a fegyverek és a legénység elférjen. A kalózhajók a nagyobb, viszont lassabban mozgó kereskedelmi hajók üldözésére készültek. A kalózok egyszerre csak egy hajót támadtak meg, ezért ha egy hajó egyedül akart vitorlázni, gyakran követte a többi, a konvojban haladó hadihajók útját, hogy rosszabb célponttá váljon a kalózok számára. Ha egy kalózhajót az elfogás veszélye fenyegette, a kalózkapitányok átöltöztek régi ruhába, hogy elvegyüljenek a legénység többi tagjával, így volt egy kis esélyük megszökni. A második tévhit. A kalózok elásták a kincseiket. Ez valójában csak néhány kalózra igaz. Leginkább William Kidd kapitány az, aki elásta a kincsét, mert éppen New Yorkba tartott, hogy átadja magát a rendfenntartóknak. De a legtöbb kalóz valójában soha nem ásta a kincseit. A támadás követően a zsákmány nagy részét gyorsan felosztották a legénység tagjai között, akik inkább elköltötték, mint sem eltemették volna azt. Egyetlen igazi kalóz kincses térképet sem találtak. Legalábbis amiről így nyilvánosan tudomásunk lenne. A harmadik, a kalózok szemkötője. Mint hogy a filmekből ismert, a kalózok szemkötőt viseltek. De valójában nem a harcok következményeként viseltek szemkötőt, hanem ezzel segítve a fedélzet alatti és az éjszakai látást. Ugyanis ha éppen harcoltak kint a fedélzeten, napfénybe, és le kellett menni a fedélzet alá, akkor becsukták a szabadon lévő szemüket, fölhajtották a szemükön lévő szemkötőt, amivel gyorsabban tudtak a sötétben látni. És így tudtak harcolni, napfényben is, és sötétben is. A negyedik. A fülbevaló. A kalóz fülében lévő fülbevalót jelentős tapasztalatokért kapta. Azt jelezte, hogy a tulajdonos átlépte az egyenlítőt, vagy megkerülte a hornyfokot. Ötödik. A kalóz nevek. A tengeri lázadók bonyolult, jellegzetes beceneveiket nem az új élet kezdete emlékére választották, hanem azért, mert elrejtették a valódi nevüket. Ezáltal megmenthették magukat és szeretteiket a mindenütt jelenlévő igazságszolgáltatás alól. 6. Míg a modern kalózirodalomban elterjedt a deszkán járás, a legtöbb kalóz azonnal megölte az embereket. 7. A hajón fütyülni szerencsétlenségnek számított, különösen, ha a szélnek fütyülsz, ami a szél kihívásának számít. 8. A filmekben mindig vannak harcos, véres jelenetek, amelyek arra utalnak, hogy nagy csaták árán szerezték meg a kalózok a hajót, illetve annak zsákmányát. Valójában a harc sokkal ritkábban történt, mivel a hajó által szállított rakomány biztosított volt. A kapitányok egyszerűen odaadták a kalózoknak, hogy elkerüljék a vérontást. 9. Ha valaha is kalózfilmeket néztél, azt gondolnád, hogy könnyű kalóznak lenni, és nincsenek szabályok. Valójában a legtöbb kalóz legénységnek volt egy etikai kódexe, amelyet minden tagnak meg kellett erősítenie, vagy akár alá is kellett írnia. Ezek a szabályok a fedélzeten való hazugságért, lopásért vagy a verekedésért szankciókat is tartalmaztak. A kalózhajó több volt, mint egy bandita hajója. Egy hatékony kalózhajót jól irányítottak, tisztekkel és egyértelmű munkamegosztással. A parancsnok felügyelte a hajó műveleteit és felosztotta a zsákmányt. A kapitány több, még a hajó asztalos kevesebb részesedést kapott, mivel utóbbi nem vett részt a csatában.
viszont ha egy kalóz megsérült, akkor extra részesedést kapott a zsákmányból. A kalózok általában a demokrácia elkötelezett hívei voltak, míg a kalózkapitány képes volt végrehajtó döntéseket hozni és szükség esetén kimondani a végső szót. Azonban a legtöbb döntést általában demokratikus szavazástól hozták meg a legénység tagjai között. Azzal az elképzelése, hogy nem voltak szabályok, az is elterjedt, hogy a kalózok állandóan ittak rumot, hajón és szárazföldön egyaránt. Viszont a kalózokat csak akkor hagyták részegnek, ha kiszálltak. Az út során általában a száraz törvény uralkodott, ami azt jelentette, hogy amíg a vízen voltak, a hajón voltak, addig nem szabadott inni, amint a partra értek, a szárazföldre értek, akkor viszont elászhattak. A kedvelt italuk a grog és a rum volt. A grog kalózital volt, rum, víz, citromlé és cukorkeveréke. Miért lett oda a rum? Mert gonosz egy ital, ami a tisztes férfiakat is rongyemberré teszi. De a rumot miért? 10. Nem mindenki tudja, de a Jolly Roger képével ellátott zászlót eredetileg arra használták, hogy jelezzék, hogy járvány van a hajón. Később a kalózok rájöttek, hogy ennek megfélemlítő ereje van, ezért a későbbiekben a csatákban valójában elkezdték használni ezt a zászlót, és támadás előtt a zászlót felhúzták, ezzel megfélemlítve az ellenséget. 11. A kalóz élet nehéz része a megfelelő higiénia hiánya volt. Jellemzően szűk szobák és sok ember volt a fedélzeten. A legtöbb kalóz nem élt sokáig. A kalózkodás kemény munka volt. Sokan közülük meghaltak vagy megsérültek harcokban, és az egészségügyi létesítmények általában akkor még nem léteztek. Még a leghíresebb kalózok is, mint például a fekete szakál, csak néhány évig tevékenykedett a kalózkodásban. A friss és tiszta víz rendkívül értékes erőforrásnak számított, és ezt elsősorban szinte csak és kizárólag ivóvízként használták, és nem lehetett a személyi higiéniára pazarolni. A leggyakoribb betegségek a harc és az abból eredő végtagtörések, a sebek és a bakteriális fertőzések voltak. 12. 1861-ben Angliában csak gyilkosság, hazaárulás, lázadás vagy kalózkodás miatt lehetett valakit felakasztani. 13. A kalóz influencerek. A példakép. A kalóz, aki az őt követő kalóz nemzedékeknek a legnagyobb motivációjaként szolgált, Henry Avery angol kalóz volt, akinek nem csak sikerült megszereznie minden idők legnagyobb kalózsákmányát, de, és ez a de, majd egy külön videóban derül ki. A sikeres. A legtöbb, azaz több mint 470 tengeri hajót Bartholomew Robert szerezte meg. A félelmetes. Edward Tetch, vagyis a fekete szakál, a világ egyik legfélelmetesebb kalóza volt. A hajóért vívott harc előtt kanabisz szőtt a szakálába és felgyújtotta, így egy szörnyű lénynek tűnt. A híres hírhett. A Karib-tenger leghíresebb kalóza Edward Law volt. Hírnevét úgy építette fel, hogy kegyetlenül megkínoszta a fogjait, mielőtt a legtöbbjüket megölte. Híres női kalózok közé tartozik például Mary Read, Anne Bonny, Grace O'Malley, or Ching Shi. Róluk is tervezek videókat készíteni, majd keressétek a csatornán. A népet szolgáló. A legtöbb kalóz kapzsiságból fosztotta ki a kereskedelmi hajókat és a kikötőket. De Black Sam Bellamy nem ilyen volt. A kalózok között Robin Hoodnak nevezték. Hajója elveszett az 1717-es viharban. A királyoknak dolgozó. Minden idők legtehetségesebb kalóza Harry Morgan volt. Ő az angol korona megbízásából fosztotta ki a spanyol hajókat és a tengerparti városokat az új világban. Ő egy walesi korzár volt. A korzár hajók kifosztásával foglalkozó állami megbízású kalóz. Állami, királyi felhatalmazással az ellenséges vagy más ország hajóit rabolta ki. 14. Bár az emberek a hagyományos kalózokat azokkal asszociálják, akik a 17. és a 18. században bajt okoztak a Karib-térségben grog és rum ivásával. Valójában a kalózok léteztek, léteznek mindenhol, ahol víz van, ami szinte mindenhol van. A kalózkodás legrégebbi dokumentált esete Krisztus előtt 14. században volt.
A minószi kultúra uralkodói voltak az elsők, akik kifejezetten a kalózkodás leküzdésére állítottak össze haditengerészetet. Egy ideig sikerült megtisztítani a környező vizeket a kalózkodástól, míg nem a flottát egy cunami pusztított el, időszámításunk előtt 1400 körül, és újraindult a kalózkodás. A középkori Európa leghíresebb kalózai a vikingek. A skandináv tengeri harcosok a 8. és a 12. század között portyáztak és raboltak. Megtámadták a partokat, a folyókat, a szárazföldi városokat szerte Nyugat-Európában, Szevilláig, valamint Észak-Afrika partjait, Olaszországot és a Balti-tenger partjait is. A barbár kalózok számos kalózbázis hoztak létre Afrikában. Az egyik legnagyobb Madagaszkáron volt, ahol több mint 1000 kalóz élt a kalózkodás csúcspontjában a 17. és a 18. században. Még Julius Caesar idejében is voltak kalózok. Minden idők leghíresebb és leghatalmasabb rómaia, Julius Caesar egykor a szicíliai kalózok áldozata volt. Fogságban tartották, mai pénzben több mint 500 000 dolláros váltságdíjat. Caesar a rabság napjait kimondotta jól viselte. Úgy bánt a kalózokkal, mintha azok az ő szolgái lennének. Mikor Caesar aludni ment, megüzente a szolgálóival a kalózoknak, hogy maradjanak csendben, mert nem tud aludni. 38 napon át a legnagyobb nyugalommal vett részt minden játékban, szórakozásban, mintha nem is fogjuk lett volna, hanem a kalózok az ő testőrei. Caesar, mint a vezetőjük, kiérdemelte a tiszteletüket, és megfogadta, hogy fizetni fog, ha kiszabadul. Szabadon engedték, és Caesar a seregével visszatérve, az ott maradt összes fogvartató életét kioltotta. Erről bővenben olvashatok, a leírásban elhelyezett linkre kattintva. 15. nem egy tény vagy egy tévhit, hanem egy információ, egy érdekesség. A Nemzetközi Kalóznap minden évben szeptember 19-én van. A kalózok napja nem egy hivatalos dátum, amelyet a naptárban pirossal jelölnek meg, de jelentős eseménynek számít, és nemzetközileg tartják. És hogy ez az egész hogy alakult ki, ez a nemzetközi nap, ez egy véletlenszerű szórakozással kezdődött. 1995. június 6-án Albany városában két barát játszott, és az egyikük megsérült. De a fiú sikója nem egy tipikus felkiáltás volt, egy jaj vagy júj, hanem olyan hangon, olyan kalóz támadásra hasonlító kiáltással jajdult föl, hogy az egész fájdalom egyfajta nevetésbe ment át. Folytatták a játékot, viszont a tengeri rablók szlengjeit használták. Annyira tetszett nekik ez az ötlet, hogy minden évben egy adott napon folytatták ezt a véletlenül kialakult játékot. Néhány évvel később Dave Barry, a híres amerikai publicista, írt erről a szórakoztató eseményről. Aztán példáját számos más híres publikáció követte, ideértve a külföldi újságokat is. Az esemény nagy érdeklődést váltott ki, és a szponzorok is megjelentek. A szeptember 19-i nemzetközi kalóznap szórakoztató és vicces. Egybeesik a filmek speciális vetítésével a mozikban, speciális jelmezekbe öltöznek, fegyverek hordozásával és egyéb kellékekkel. A téma szerelmesei a könyvek, filmek és játékok területén újdonságokat tárgyalnak, zenét hallgatnak és dalokat énekelnek. Ma több mint 40 országban ünneplik a nemzetközi kalóznapot. Remélem, ebből a részből megtudhatok pár érdekes tényt, eloszthattam pár tévhitet, köszönöm, hogy végighallgattad. Nem csak kalózós témákkal találkozhattok az oldalamon, különböző eseteket dolgozok fel a jelenkorból is. Van, amelyikben Ashton Kutcher, mint tanú szerepel, foglalkozok sorozatgyilkosokkal, van olyan videóm, amiben a megtámadott túléli. És az elrablásának, fogvatartásának és maga a fogvatartónak a jellemét dolgozom fel. Ha érdekelnek hasonló témák, nézd itt a csatornámon, ha gondolod, iratkozz fel, és ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, ne felejts el feliratkozni, hogyha még nem tetted meg, remélem a következő részben is velem tartotok, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!